1703. májusában Esze Tamás és társai a Salánki erdőből elindultak Lengyelországba, hogy felkeressék Brezán várában a bújdosó Rákóczi Ferenc fejedelmet. Előadták neki, hogy szeretnék felkérni a készülődő lázongás vagy szabadságharc vezetésére. Rákóczi nem csak igent mondott, de zászlókat adott Esze Tamáséknak, szigorúan meghagyva, hogy azt addig ki ne bontsák, amíg erre külön parancsot nem ad. Természetesen Esze Tamásék hazatérve azonnal kibontották az zászlót. Május 21-én és 22-én Tarpa, Mezővári és Beregszász piacán fegyverbe szólítva a magyarságot az osztrák elnyomás ellen. Brezán várában adta ki Rákóczi és Bercsényi azt a kiáltványt, amelyben felhívja az ország népét a fegyveres ellenállásra, de egyben fegyelemre, engedelmességre szólította fel az embereket. Engedjék meg, hogy most hagyományőrző társaimmal, miután megismételtük ezt a Tamásék útvonalát, és Váriban már sikeresen kibontottuk az zászlókat, itt is megtegyük ugyanezt, és először is hallgassuk Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós brezáni kiáltványát. Mi, felsővadászi Rákóczi Ferenc fejedelem és gróf Székesi Bercsényi Miklós, minden igaz magyar
hazaszerető és édes országunk régi dicsőséges szabadságát óhajtó, egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthonlakós igaz magyaroknak Istentől minden jót kívánunk. Nem lehet oly magyar, hogy az addig Magyarországon törvénytelenül, Isten és igazság ellen hatalmaskodó és minden rendet képtelenül sanyargató idegen nemzetnek kegyetlenkedését, porciózó és képtelen adóztató zaklatásait, szabados törvényeinek szaggatásit, nemzetünknek és szabadságunknak megvetését, és már láb alá vetetteknek csúfolásit elégségesen nem érzette és nem értette volna. El annyira, hogy már országunknak, régi szabadságunknak gyökeres veszedelménél egyebet senki sem ítélhet vala, ha az minden birodalmakkal bíró, kegyelmes Isten, csodálatos és váratlan háborúkkal az országunkat addig sanyargató német nemzetet mindenfelől meg nem környékezte volna, és azáltal az mi régi szabadságát keservesen óhajtó, és igaz hazaszeretetéért gerjedező magyar nemzetünknek is utat és alkalmatosságot az kíván szabadulásra nem mutatott vallátván, azért a nagy iga alul való szabadulásnak ideit és módját most egyszer oly alkalmatosnak tenni, kinél is sem jobb, sem több, sem bizonyosabb alkalmatosságot országunk soha nem remélhet. Ezen mi törvény s nemesi szabadságunk ellen való keserves bújdosásra űzetetett sorsunknak, és életünknek minden napját édes hazánk régi szabadságának, dicsőséges nemzetünk hajdani jó hírének s nevének, s megnyomattatott országunk lakosainak javára s hasznára szenteltük. Sőt, igyekezetünk gyökeresebb megerősítésére nézve el nem mulattuk a magyar hazának képtelen nyomorgatásán szánakozó s országunknak használható királyoknak s fejedelmeknek segítségéhez s egyértelméhez ragaszkodnunk. Kihez való képest, most lévén még egyszer ideje országunkat így törvénytelen és szenvedhetetlen iga alul felszabadítani. Országunkhoz, hazánkhoz való szeretetünktől és kötelességünktől viseltetvén minden igaz, hazaszerető és országunk régi dicsőséges szabadságát óhajtó, egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthonlakós, egy szóval minden rendű igaz magyarokat hazafiúságokra intjük, kényszerítjük és kérjük, hogy az mind már Isten némelyeknek szíveket az hazáért fölgerjesztette és egyben hozta, úgy kiki édes hazájas nemzete szabadsága mellett az Istens törvényünk ellen képtelenül hatalmaskodó, zaklató, porcióztató, adóztató, nemesi szabadságunkat rongáló, igaz régi törvényeinket, jussainkat megvető, jószágainkat hatalmasan foglaló és fogyató, becsületünket tapodó, sónkat, kenyerünket elvevő, s életünken uralkodó s kegyetlenkedő birodalom ellen fogjon fegyvert, és kimenetelünk előtt is azon elöljáróknak s tiszteknek csoportjaival, kikre ezen dolognak megindítását bíztuk, egyezzenek minden fegyverfogó, igaz hazafiak, és kimenetelünkig is, azon elöljáróknak s általok teendő tiszteknek alattvalói engedelmeskedjenek, mások pedig közönséges jó értelemmel éljenek, bizonyos lévén benne, hogy magunk is minden késedelem nélkül megyünk elégséges segítő haddal, és édes hazánkért, nemzetünkért, régi szabadságunkért, az hatalmas Istennek segítsége, és az ő hatalmas hadakozó karjának erejével, tökéletes szívvel, lélekkel szenteljük életünket, s vérünket ontani egyedül hazánk s nemzetünk szabadságáért, minden privátumnak vágyódása nélkül készek leszünk. Hiszünk is az özvegyek és árvák, keseredettek és megnyomottak kiáltását meghallgató irgalmas Istenben, s Isten után nemzetünk régi, dicséretes, s ma is véleszületett hadakozó bátorságában és hazájához való gerjedésében, s ahhoz az velünk egyezett hatalmas királyok és fejedelmek segítségében, hogy ezen egyedül Isten által nyújtott alkalmatos időben nemzetünknek régi szabadságát elérjük, s helyben állítjuk mindnyájunk munkájával, és Isten által mind magunk, mind maradékaink utánunk dicsőséges szabadsággal boldogítatott állapotban végezzük napjainkat örökletes megmaradásával hazánknak. Azt mindazonáltal előre is nagy tilalommal tilalmazzuk, hogy Istennek áldása rajtunk maradhasson,
s az országnak minden rendi irtózás nélkül való bizodalmat vehessenek, és a szegénységnek teljes nyomorúságinak megváltása, nem változása következzék, senki, sem külön, sem csoporttal, sem sereggel, akármelyi vallású egyházi személy, templomot, cintermet, klastromokat, nemesi lakos személyeket, nemesi házokat, kastélyokat, útonjárókat, kereskedőket ne háborgasson, falut, várot, várost, malmot ne égessen, prédáljon, hanem az elöljáróknak elejében adott, s vélek közvet mód szerint keresvén az ellenséget, mindenekben csendes, istenes egyetértelemmel legyenek, magok s hazájok alára. Költ Lengyelországban az 1703-as esztendő május halán a 12-én. Rákóczi Ferenc fejedelem, gróf Bercsényi Miklós. Eddig Rákóczi felhívása, és most valamennyien megismételve Vesze Tamási tettét, jelképesen bontsuk ki mi is a fejedelem zászlait, melyre cum deo pro patria et libertate, Istennel a hazáért és szabadságért jelszavakat rótták, himezték. Vivát Rákóczi! Vivát Bercsényi! Vivát Rákóczi! Vivát! A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nevében szeretettel köszöntök mindenkit ma az 1703-as zászlóbontás tiszteletére szervezett megemlékezésünkön. Rendezvényünket megtisztelte Darabosné Anna, Báta apáti polgármestere. Orosz Ildikó, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke. Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke. Molnár D. István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Alapszervezetének elnöke. A zászlóbontást a Salánki Íjászkör hagyományőrző csoportjának közreműködésében láttuk. Tárogatón közreműködött Pirigyi Gergely. Felkérem dr. Orosz Ildikót, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökét, köszöntse a megjelenteket. Kedves vendégeink, tisztelt beregszáziak, diákok, kárpátaljaiak, Rákóczi kurucainak kivadékai. Mi felelősségünk, hogy azt a múltat, amit őseink ránk hagytak, megőrizzük. Éppen ezért örülök és köszönöm a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezetnek, hogy 3 évvel ezelőtt felelőmítette azt a hagyományt,
hogy május 21-én a Rákóczi Szabadságharc zászlóbontásának napján megrendezi ennek az eseménynek, megidézi ezt az eseményt, és ha még nem is tudunk Tarpáról elindulni, mert országhatár választ el minket, de Váriból indulva ott is, és Beregszász főterén is megtartják ezt a rendezvényt, melybe bekapcsolódott a Salánki íjászkör. Nekik is köszönet, hogy ezt a hagyományt támogatják, őrzik, tovább viszik. Érdekes esemény volt 1703-ban. A zászlót talán azért bontották ki korábban, mint ahogy a nagyfejedelem megjelent volna, nem tartva be az utasításait, mert vásárnap volt itt. Valószínűleg nem ezen a téren zajlott, hisz ez akkor még utca volt, hanem a Betlen kastély, vagy Rákóczi kastély, a gróf udvar előtti terén lehetett, és a nagy tömegben mindenki suttogta, hogy valami készül, ami legendák szerint a helyőrségnek is feltűnt, és mondták, hogy mi van itt. Mondták, hogy vásár. Milyen vásár az, ahol nem adnak el semmit, s nem vesznek semmit. Mondták, olyan, amilyen a kor, mert már nincs mit eladni, és nincs miért venni. Ebből a szempontból több mint 300 évvel ezelőtt, 300 év múlva a zászlóbontás után helyzet sajnos a vidékünkön hasonló. Hasonló, hisz egyre inkább érezzük, hogy nincs mit eladni, és nincs miért venni. De ahogy 100 éveken keresztül Rákóczi konoksága, önfeláldozása, hogy nem a vagyonához, hanem a nemzeti eszméhez maradt hű, és inkább vállalta az önkéntes számüzetést, ez tartotta a népben a hitet, hogy a magyar nemzet felvilágozhat, és a magyar nemzet talpra állhat. Ennek a reményében gyűjünk össze mi is minden éven, legyen számunkra is Rákóczi emléke egyfajta hit, tartsa bennünk azt a hitet, hogy ha ő, Magyarország leggazdagabb ura, a nemzetért képes volt lemondani a vagyonáról, akkor mi sokkal kisebb emberek, kisebb vagyonnal megtehetjük ezt, és hihetünk benne. És mondjuk le a következtetést is. Ha Rákóczi megmondta, vagy bármely fejedelem, amelyik a magyar nemzet élére áll, hogy ki kell várni az időt, amikor zászlót bonthatunk, akkor mi várjuk ki az időt. Ne hamarkodjuk el, ne tegyük gyorsan, még akkor sem, ha úgy érezzük, hogy per pillanat vásár van. Hát, ha a történelem kereke úgy fordul, hogy számunkra kedvezőbb sorsot hoz, csak a megfelelő pillanatra kell várnunk. Vivát Rákóczi, vivát, háromszoros vivát neki! Vivát! Színpadot átadjuk a Bálta Apáti Tehetségeknek, az Aranyfácán Néptánc Egyesület csoportjának. Fogadják őket nagy-nagy szeretettel! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Beregszász lakosságát, és nagyon-nagyon meg vagyok hatódva, hiszen egy csodálatos ünnepségre hívtak meg bennünket, amiért nem győzök hálás lenni. Kis településről érkeztünk, Bátaapátiból, Bátaapáti polgármestereként és az Aranyfácán Néptánc Egyesületeként. Igen nagy figyelemmel kísérem a történelmi eseményeket is, és ez itt egy nagyon megható, nagyon szép ünnepség.
Az Aranyfácán Néptánc Egyesületünk 98-ban alakult. Hát akkor 20-22 fővel, most is vagyunk, csak sajnos nem tudtunk annyian eljönni, mivel érettségi vizsgákra készülnek sokan. Helyben és a környező településeken, akár országhatáraikon kívül is megmérettettünk magunkat. Például tavalyi évben és a tavaly előtti évben Csehországból aranyminősítéssel tértünk haza. Hát szeretném, hogyha fogadnák a kis csapatunkat nagy lelkesedéssel, és dél-dunántúli sárközi táncokat fogunk előadni. Még egyszer köszönjük szépen a meghívást, és gratulálok a település vezetőségének, az elnökasszonynak, a szervezőknek ezért a csodálatos műsorért. Köszönöm szépen!
Thank you.
Thank you.
Rendezvényünket utcai táncház követi. Legyenek szívesek csatlakozni. A táncházat Farkas Tibor művészeti vezető vezeti. A táncház alatt a jelenlévő szervezetek elindulnak Esze Tamás szobrához koszorúzni. Este 18 órai kezdettel szeretettel várunk mindenkit az Arany Páva Pábba, ahol folkocsma kerül megrendezésre. Táncosokat mindenki, szeretnél ide kérni, hogy szintem adni.